Sziasztok! A mai témák, mint láthatjátok, azok a békák lesznek. Nem feltétlenül megint egy olyan lecke következik, ami a lányok nagy kedvence lehet, de higgyétek el, azért nagyon érdekes kis dolgokat fogok nektek mutatni a békákról. Mielőtt azonban belekezdünk, néhány szóban egy kicsikét a jövőről. Azt találtam ki, ma sokat gondolkodtam rajta, hogy végül nem fogunk már környezetből írni tesztet, ugyanis ha nem írunk tesztet, akkor az utolsó héttel bezárólag pont be tudjuk még ezt a témakört fejezni, vagyis a vizeg-vízpartok életközösségét. Ugye a mai alkalommal a békákról lesz szó, a következő alkalommal a madarakról, tehát ugye az a pünköst hétfő utáni, az a június 2-a, és aztán az azt követő héten pedig be tudjuk fejezni még a leckénket, illetve a témakörünket, mégpedig az emlősökkel. És ugye utolsó héten én meg már nem igazán szeretnék bármilyen tesztet is iratni, akkor inkább majd csak küldeni fogok is érdekes videókat, amiket nézzetek meg. Leckét most a mai alkalommal még azt is előrevetítem, hogy leckét a mai alkalommal nem fogok adni, viszont azért azt szeretném kérni tőletek, hogy mindenképpen nézzétek végig a videót, és azért érdemes odafigyelni, mert majd lesznek olyanok itt azért, amik előkerülnek majd jövőre, de egyébként meg majd felső osztályban is. Na vágjunk bele a békák témakörébe. Na először is általánosságban a békákról. Azért azt szerintem mindannyian tudjátok, hogy a békák ők gerinces állatok. Ezen kívül pedig, hogyha például nyaraláskor nyitva maradt például ugye a szobátoknak az ablaka, és mondjuk, hogy a vízpart közelében voltatok, akkor hallhattátok olyan alkonyattájt környékén a béka koncertet, amikor jó sok béka egyszerre elkezdett kuruttyolni. Ugye ez is egy milyen szép szó. A békákra azt még tudni kell, hogy kétértőek, és kételtő még a szalamandra és a gőte is. Ugye ez még két olyan kétértő állat, amelyeket azért még otthon is szoktak tartani. Nem tudom például, hogy közületek van-e valakinek kétértő házi állata, ezt esetleg megírhatjátok, mert azt tudom, hogy néhányatoknak van nyuszi, van kutyus, van macska, de teknős is, ha jól emlékszem, de azt például nem tudom, hogy van-e esetleg szalamandrája vagy gőtéje valakinek. A békáknak a szaporodásáról még annyi, hogy ez vízhez kötött, de tehát az azt jelenti, hogy a vízben történik meg, és a vízben is fejlődnek ki a békák, de kifejlett állapotban, tehát amikor már kifejlett, akkor gyakran a víz közelében maradnak, tehát akkor már kimerészkednek a vízből is. A bőrük nyálkás, általában sima, a varangyosoké pedig eléggé szemölcsös. Na hát a varangyos lesz majd egy olyan béka, amit nem igazán szeretünk, még látványra is egyébként nagyon csúnya szegény. A hideg idő beáltával pedig befúrják magukat az iszabba, és téli álmot alszanak. Tehát nem elég, hogy vízben vannak, és ugye még múltkor említettem, hogy amikor befagy mondjuk egy tó, akkor ugye nem az egész tó fagy be, hanem a tónak csak a felszíne. De ez nem elég a békának, hanem ő be is fúrja magát a tó aljára, a víz alján lévő iszabba, és ott alszik téli álmot. És akkor csak egy picikét menjünk végig azon, hogy hogyan is lesz a petéből kifejlett béka. Részletesen ezt nem kell tudni, most csak láthatjátok ezen a nagyon szép kis rajzon, ezt majd felsőbe szépen megtanuljátok, hogy ennek mi is a hivatalos megnevezése. Most csak megismerkedünk vele. Ugye kora tavasszal ébrednek, és a párzás után a vizekben lerakják a petéket. Na ezeket láthatjátok ott jobb szélén, azok a kis fehér karikák benne a kis barna pöttyel. Egy hét elteltével kikelnek az ebihalak, vagyis a lárvák, ezeket láthatjátok alul. Ezeknek nincsen lábuk, viszont úszó farkuk van, ez az a fehér, amit ott láthattok a végén, és kopoltyúval lélegeznek. Ugye nekik is a kopoltyújuk, amit még említettem a halaknál, ez ott található a fejük mellett, tehát a szemük mögött. Egyébként meg moszatokkal, meg apró rovarokkal táplálkoznak. És akkor azt is még jól megfigyelhetitek, hogy egyébként ez a békával alakulás egy eléggé hosszú folyamat, nyilván itt a képen most eléggé rövidnek tűnik, viszont azért egy eléggé hosszúkás folyamat, kora tavasztól szeptemberig tart, és egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy ugye említettem, hogy a lárvák, vagyis az ebihalak, ők még kopoltyúval lélegeznek, de a kifejlett béka, amit ti már ott láthattok legfelül, ő már bizony
tüdővel lélegzik. Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy a lárvában kifejlődik a tüdő. Szerintem ez egy nagyon különleges és érdekes része a természetnek, úgyhogy ilyen szempontból is kedvelhetjük a békákat, mert nagyon különlegesek. A békák helyváltozásában, itt kisíródott a peten, szóval a békák helyváltozásában nagy szerepe van az ugrásnak. A hátsó lábuk az lényegesen hosszabb az elsőnél, ezt azért most ott a képen is jól láthatjátok, még egyébként a második béka képen is, tehát a legutolsón, amelyiken éppen elugrik, ott még jobban látható, hogy hát, ha úgy nézzük, legalább háromszor akkora a hátsó lába, mint az első, és ezért ez úgynevezett ugrólábbá fejlődött. És ugrással ragadják meg a zsákmányukat, és ezt is ott láthatjátok a rajzom. És itt pedig láthatjátok egy békának a csontvázát, és bizony-bizony, ott láthatjátok középen, amit még említettem, hogy a béka is ugyanúgy gerinces állat. És itt pedig részletesen láthattok egyébként egy békát, és mindenféle kis érdekességet leírnak róluk. Na nézzük is meg őket. Ugye nagy kidüllett szemei vannak, hát ez az, amit például néha egy kicsit talán megrémülünk, hogyha látjuk. De ezáltal ő könnyen észreveszi a zsákmányát, és ugye sokkal nagyobb, tehát mi most így, ahogyan nekünk ugye a fejünknek az előső részén található a szemünk, ugye láthatjátok, hogy a békának oldalt van, ezáltal ő sokkal nagyobb szögben lát, és ezáltal sokkal nagyobb szögben tudja fellelni az ő zsákmányát. Ugye a rejtő szín az pedig segít neki elrejtőzködni az ellenség, illetve a zsákmány elől, tehát a közelébe tud maradni a zsákmányának. Ugye a nyálkás bőr, amit említettem, az véd a kiszáradástól, felfújja a bőrét, és így elriasztja az ellenségét. Beszéltünk már az izmos ugrólábáról, nagyot tud ugrani a zsákmány után, és könnyen menekül a vízben is, ezáltal ugye mivel eléggé nagyot tud ugrani. Úszóhártyái vannak a lábai között, tehát mondjuk például, mint a kacsának, ha emlékeztek még a kacsára, és a széles, nagyra tátható szája van, hosszú, ragadós, messzire kiölthető nyelve, így ezáltal ennek segítségével tudja elkapni a rovarokat, tehát a zsákmányát. Most pedig egy picikét a békák védelméről kell beszélni, ugyanis hazánkban mindössze 12 fajuk él, és ezek közül valamennyi védett. És nekünk is óvnunk kell őket, mert sajnos a számuk egyre csökken. Az autók is nagy veszélyt jelentenek például. Ugye nem akarom részletezni, de a szágoldó autók által keltett légáramlat ugye az úttesthez csapja őket, tehát nagyon figyelni kellene rájuk, ha mondjuk esetleg autóban ülve békát láttok az útszín, akkor azért nem lenne jó padlógázzal elszágoldani mellettük, mert szegényeknek ugye azért sokkal könnyebb a súlyuk, és egy ilyen erősebb légáramlat, tehát mondjuk amilyen erővel például, hogyha emlékeztek amilyen erővel mondjuk a húzatban a szél be tudja csapni az ajtót, ebbe gondoljatok bele, hát akkor a békát is nagyon könnyedén oda tudja szegényt az úttesthez csapni. És ugye peterakó helyükre szeretnének ők igyekezni, és ezért kelnek át az úttesten, de hát ugye sajnos nem mindegyikük éli túl lesz az átkelést. És védelmükre veszélyt jelző táblákat helyeztek el az út mentén, ezeket láthatjátok a képnek a jobb szélén. Ugye ez pontosan azt jelenti, hogy vigyázz, itt vannak békák, ugye ezek a békák, ezek át is kelhetnek, és jó lenne óvni is őket. Úgyhogy ez a tábla ez egyben ezt is mutatja. A képnek a többi részén pedig, mondjuk a képnek a bal oldalán éppen békamentés zajlik, ugyanis vannak olyan területek, amelyeket, mint láthatjátok, el tudnak szigetelni, ezáltal oda mondjuk nem tudnak mondjuk az emberek is bejutni, és ott a békák azért szabadon élhetnek. És akkor most a következőkben néhány ismertebb békafajt szeretnék nektek megmutatni, csak a béka lesz tulajdonképpen a képen, megnézhetitek, hogy milyen sokféle fajuk él, és ezekkel azért Magyarországon is találkozhattok. Vörös hasú unka, ugye az unka az ugyanúgy a békáknak az egyik fajtája, most láthatjátok, hazai békákról van szó. Sárga hasú unka,
ne zavarja meg senkit, szegény békát most a feje tetejére állították, tehát megfordították, hogy láthassuk, hogy valóban sárga hasa van. Ő a barna ásó béka, na itt is lehet látni például a kidülledő szemeit, hát lehet, hogy kicsit ijesztő, de ez valóban a békák így néznek ki. Zöld varangy. Na hát ő nem nyerné meg a béka szépségversenyt, abban biztosak lehetünk. Zöld leveli béka. Na vele ugye nagyon-nagyon sokszor találkozhatunk, ő még egyébként egy nagyon kis szép béka. És ő is azért, mint láthatjuk, ugye elsősorban a leveleken, tehát a füvesebb területeken találkozunk velük, és éppen ezért is nem véletlenül zöld színű, hogy minél jobban be tudjon olvadni a környezetbe. Úgyhogy éppen ezért majd figyelnünk kell, hogyha esetleg ilyen környéken jártok, ahol lehetnek zöld leveli békák. Kis tavi béka, ugye ő talán az egyik legáltalánosabb, a tavaknál vele lehet általában találkozni. Nagy tavi béka, lehet látni ugye azokat a kis hólyagokat, amelyek segítségével ő végzi a kuruttyolást, meg a lélegzést. Kecskebéka, ő is még az ismertebb békák közé tartozik. Erdei béka, és egy milyen jól elkapott pillanatot láthatok, amint éppen elugrik, és itt is nagyon szépen kijön, hogy milyen szép hosszú ugrólába van. Mocsári béka. És az utolsó pedig a gyepi béka, ugye ő rajta is láthatjátok, hogy eléggé barna bőre van, és most pont nem egy jó környezetben van, ott most pont nem tud beépülni, de ugye általában ők talán még a fának a tövében ott még jól el tud rejtőzködni. Na ez lett volna a békák témaköre, azért remélem, hogy tetszett, és azért elég sok mindent megtudhattunk róluk, ugye ez egyik legnagyobb érdekesség velük kapcsolatban, hogy amikor még ebihalak, akkor ugye kopoltyúval lélegeznek, de a kifejlett béka ő már tüdővel lesz, azért mindenképpen jegyezzétek meg, ez egy nagy érdekessége a békáknak. No, amint említettem, tehát feladat nincsen, viszont azért, ha valakit még érdekel a téma, akkor örülök, hogyha utána olvastok még a békáknak, mert tényleg egy ha valaki esetleg nem ijed meg rögtön azonnal szegényektől, akkor érdemes utánuk olvasni, sok érdekességet meg lehet tudni róluk. Na, szép napot nektek, és akkor legközelebb jövök a madarakkal. Sziasztok!